Szép estét kívánok, köszöntöm az első idei Agrárinfo nézőit. Kérem szépen, ma arról fogunk beszélgetni, hogy a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége és versenyképessége miként tartható fent és miként fejleszthető, milyen támogatási forrásokkal gazdálkodhatnak 2019-ben, illetve 2020 után a gazdák. Ezeknek a kérdések a megválaszolására pedig a vendégünk Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Nos, hát Nagy István mondta, hogy a fő fejlesztendő terület mindenképpen a termelés jövedelmezőségének megőrzése, illetve fejlesztése, illetve a versenyképesség, hiszen ez az uniós elvárás is. Györfi Balázs ezt hozzátette, hogy 2000 milliárd forintos támogatási forrást kell biztosítani az agrár- és élelmiszergazdaság modernizálásához. Én mégis azt gondolom, hogy talán kezdjük először az öntözés fejlesztéssel, hiszen ez az elmúlt időszakban szóba került, és az illegális kutak legalizálásának lehetősége elveszett, ha úgy tetszik. Ugye a vizek magántulajdonát az már megszűnt több mint 100 esztendeje. Ugyanakkor a 2016-os törvénymódosítás tett arról, hogy eltörölték a bírságot, viszont most már kötelesek bejelenteni a gazdák, illetve minden formában, hogy miként használják a keretirányelv stratégiának megfelelően a vizet. Milyen új intézkedéscsomagot támogat a kamara a vízgazdálkodás tekintetében és az öntözés fejlesztés tekintetében? Az Agrárgazdasági Kamara elég világosan fogalmazta meg, hogy ezen véges erőforrások közül, mint a víz és vízbázis is, a nem talajban levő, tehát a rétegvizek felhasználása tekintetében az öntözés maximális híve. Tehát a kormányzati források ugye úgy szólnak, hogy körülbelül cél egy 400 000 hektárnak a öntözhetővé tétele. A kamarai állásfoglalás azt mondja ki, hogy egy 20 év alatt el kell érni az 1 millió hektár öntözhetőséget, hiszen ez a termelés biztonságát nagymértékben növeli, és ha már arról beszélünk, hogy hatékonyság, jövedelembiztonság, kiszámíthatóság, akkor ez az összefogás mellett az öntözés nélkül nem igen képzelhető el, sem a növénytermesztési kultúrák nagy részébe, de különösen a nagyobb hozzáadott értékű kertészeti termékek és kultúrák vonatkozásában pedig ma már elengedhetetlen, tehát úgy telepíteni egy almást, medgyest, hogy nincs hozzá megfelelő víztakarékos, csepegtető öntözés, azt nem lehet, vagy nem szabad. Azért mondom, hogy víztakarékos, mert ezzel a véges erőforrással is azért megfelelő hatékonysággal is kiméletesen kell, nem pedig pazarlóan bánni, mert azért, ahogy mondtam, a vízkészletek annak ellenére, hogy Magyarországon ugye a továbbmenő vizek mennyisége 120 köbkilométer, ami tovább megy, és 114, ami bejön, gyakorlatilag több, tehát van lehetőségünk öntözni, de erre nagyon oda kell figyelni a kutak vonatkozásába, tehát az úgynevezett talajvizek és rétegvizek tekintetében. Azt a kamara messze menőkig támogatja, hogy Magyarországnak legyen e tekintetben egy valós víztérképe, hogy hány fúrt, ásott és egyéb rétegvizeket vagy talajvizeket felhasználó kút van az országban. Ezt ugye egyelőre nem tudjuk, mert elég sok feketén keletkezett, és feketén is üzemel. Ahhoz, hogy megvédhessük a magyar vízbázist, és egészséges módon, hiszen ne feledjük el, hogy egy rosszul fúrt kút milyen fertőzést, veszélyt adhat egy lencsének, egy vízbázis lencsének, hogyha befertőzünk egy ilyen vizet, azzal, mert nem szakszerűen van egy kút megépítve, vagy elkorodálódott, és a felső talajrétegből ugye szennyezett víz juthat be a rendszerbe. Tehát mindenképpen a kamara azt helyén valónak tartja, hogy fel legyen mérve. De
ismerve a magyar ember mentalitását és az évtizedek óta kialakult gyakorlatot, több dolgot javasolt, ami egyértelművé teszi, hogy ingyenes legyen ezeknek a kutaknak a regisztrációja, ne pedig horribilis összeg, mert akkor megint, aki idézőjel nyitészár, hogy bátor, az el fogja kerülni, megtalálni, meg a jelenlegi állapotban is tudjuk, hogy nem könnyű. Tehát mindenkit arra késztessünk, hogy bejelentse. Azt követően, amelyik kút nem megfelelő működtetésű, nem megfelelő állapotú, tehát meg kell szüntetni, ott mindenképpen komoly támogatás, ha nem az egész összeg kell arra, hogy a betömedékelés szakszerűen megtörténjen. Tehát ebbe állami támogatásra lesz szükség. Majd pedig ugyanúgy segítség kell ahhoz, hogy abba a vízbázisba, a vízrétegbe, ha azt öntözés céljára fel lehet használni, akkor egy új kutat furathasson ugye annak a tulajdonosa. Tehát mindenképpen látni kell, hogyha ezt egyszer és mindenkorra jól akarjuk lezárni, valódi információkat akarunk kapni, valóban a vízbázis védelmét jó értelemben meg akarjuk teremteni, akkor ehhez nagyon-nagyon komoly állami segítségre van szükség, mert egy-egy gazdát kitenni annak, hogy több millió forintot fizessen bejegyzésre, regisztrációra, majd pedig tömedékelésre, és még az új kút fúrására is, ez több tízmillió, még több tízmilliós nagyságrendű költség lehet. Ezt nem bírja el ma a magyar mezőgazdaság, és ebbe a kamarának az állásfoglalása egyértelmű, és mindenképpen kormányzati segítséget vár, és ígéret szerint kap is arra, hogy valóban a Magyarország alatt levő vízbázisokat unokáinknak, dédunáinknak is, és a jövőnek meg tudjuk őrizni. Ugye a technológiai fejlesztés elkerülhetetlen. Itt a szakértők megállapították, hogy az elmúlt időszakban, tehát negyed századot néztek ők, az 1990-es évekhez mérten a zöldség és gyümölcs szektor csak árnyéka önmagának. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, ezt csak mellékszálként jegyzem meg, hogy feltétlenül szükséges a fejlesztés ilyen értelemben is. Viszont ugye először most 80 ezer hektárról 400 ezer hektár, ami a terv, viszont önök 1 milliót szeretnének elérni. Ez realitás? Ez abszolút realitás. Tehát ha a magyar mezőgazdaság és a jövedelembiztonság céljai változatlanul megmaradnak a magyar agráriumban, tehát a gazdaságpolitikai célok között, és ugye ez most már jó pár éve, majd 2000, tehát 2020 körül már közel egy évtizede változatlanul megvan ez a célkitűzés, akkor egyértelmű, hogy az elkövetkező időben az öntözés nem kerülhető meg. Hiszen azért nézzük meg mondjuk az állattenyésztésbe egy példát. Öntözésbe is tudunk természetesen. Tehát Magyarországon azért a 80-as években a 4493 liter vagy kilogramm per nem mindegy természetesen, de nem olyan óriás az eltérés, per tehén per év volt az átlag termelés. Most már 7209 körül mozog. Majdnem megduplázódott. Tehát nem véletlen, hogy amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon a tehén létszám az elején csökkent, ugye az utóbbi 8 évben azért növekedésnek indult, a tej mennyisége vonatkozásában nem voltak ellátási gondok. Sőt, mi több ugye nyersanyagot vittünk ki, ami inkább problémát jelentett. Miért? Mert a fajlagos mutatók folyamatosan nőtek. Nőnek. És ha most ezt összevetjük azzal, hogy a világban van 1,4 milliárd szarvasmarha, ebből a második legnagyobb területen Indiában van, és ott 1500 a kilogramm per év per tehén a tejtermés átlaga,
akkor mennyivel kevesebb lehetne, ha már mondjuk a karbongázokról beszélünk, igen, és ugye a UHG gázok kibocsátásán. Érdekes összeállítás, annyi szent. Még ennyit az öntözésről, hogy az erre szánt 17 milliárd elegendő, vagy ezt folyamatosan ez ahhoz, hogy elinduljon ez a folyamat, tehát a vízbázisok regisztrálásra kerüljenek, a főművek rekonstrukciója meginduljon, ahhoz elég, de nyilván ehhez több is kell. Ez egész pontosan így van. Ahhoz, hogy elkezdjük, és letegyük azokat az alapokat, amik már visszafordíthatatlanná teszik ezt a folyamatot olyan tekintetben, hogy már félben nem szabad hagyni, ahhoz elég ez a pénz. De a befejezéshez és a teljes működtetéshez nem. De el kell egyszer jutnunk oda, hiszen ugye a rendszerváltás óta tudjuk jól, hogy különféle kormányok a verbalitás szintjén nagyon ragyogóan beszéltek az öntözés fontosságáról. Ez volt választási célkitűzéstől kezdve, gazdaságpolitikai célkitűzés a szavak szintjén. Ebbe a gyakorlatban most fog történni valami. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezek a folyamatok, amik most elkezdődnek, ezek ne lehess, de mindent meg lehet persze fordítani és meg lehet akasztani, de alapvetően már ne legyen érdemes megváltoztatni, hanem a befejezés legyen a cél, amiből a magyar gazda profitál, a magyar agrárium profitál, és nyilvánvalóan a nemzetgazdaság profitál. Uniós források, illetve mielőtt még erről beszélgetnénk a közös agrárpolitikáról, akkor megragadom az alkalmat, hogy beszélgessünk január 1-től, a kétféle tej 18%-ról 5%-ra csökkent az áfa, ez üdvözlendő, hiszen a tavalyi intézkedéssel együtt így most kerek a történet. Én azt gondolom, hogy a szarvasmarat tenyésztők, illetve a tejtermeléssel foglalkozók is megnyugodhatnak. Ön miként értékeli ezt a kormányzati szándékot, hogy ez az 5% egyik oldalról a tenyésztők, a tejtermelők versenyképességét is növeli, illetve megőrzi, ha úgy tetszik, a másik oldalról pedig értelemszerűen a fogyasztó is jól jár. Főleg akkor, ha az ígérethez híven a nagy áruházláncok valóban áthárítják, ha úgy tetszik, ezt a 13%-os különbséget a fogyasztóra, vagyis hát annyival kevesebbet kell majd fizetnünk. Igen. Egyrészt ugye az Agrárgazdasági Kamara a kormányzattal történt együttműködési megállapodás szerint deklarált módon hangoztatta már a választási ciklusoktól függetlenül, hogy a megegyezés alapján a kormányzat és a gazdaságpolitika mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés függvényében a mezőgazdasági termékek áfáját végül mindenütt eltörölje. Azt kell mondani, hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a kormányzat állja a szavát. Tehát tudjuk jól, hogy sertéstől kezdve most már jó pár termék áfája tejen keresztül csökkent. Tavaly évben ugye először a folyadéktejek, utána most január 1-től ugyancsak betartva az ígérvényt, az egyéb tejféleségek ára is áfa csökkentésben részesült. A tejterméktanácsnál, szakmaközi szervezetnél pedig ott vannak a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok képviselői is. És el kell mondani, hogy ők örömmel üdvözölték az áfa csökkentést, és igenis a legtöbbjük, és akik ott vannak a tejterméktanácsban, az mindegyike betartja azt, hogy a fogyasztónak kedvezményt biztosít ezáltal. Annak ellenére, hogy közben az európai tendencia egy erőteljes tej áremelkedés a tejzsír miatt, hiszen a fogyasztói oldalról igen nagy kereslet van a tej iránt, ezt ha éppen idő lesz rá, akkor nemzetközi összefüggésekben is pár gondolattal el tudom mondani, de a lényeg az, hogy tejpiaci kereslet van, és ez nyomja felfelé az árakat. Inkább oda kell figyelnünk, és hát mindenképpen a kamara is, és a tejterméktanács is ezt meg fogja tenni, ma már azokra a nem multinacionális kiskereskedelmi áruházláncokra, illetve áruházakra és eladóhelyekre, akik
Hát azt mondják, hogy heuréka, lenyeljük mi ezt az áfát, nem kell itt ára csökkenteni, egyébként is előbb-utóbb hozzászokik a vevő, és nem bajlódunk ilyesmivel, egy kicsit növeljük a nyerességünket egy pici extra profittal, egy ilyen alapvető élelmiszer vonatkozásába. Na ezt a magatartási formát kell valamilyen módon rendszabályozni, ha csak etikai módon akkor is, de hogyha ezt össze lehet valamiféle más szankciórendszerrel kötni, akkor így módon is, hiszen az a szándék, hogy egy gazdaság tisztuljon, fehéredjen, az áfacsökkentés e vonatkozása van egy nagyon fontos elem, és hát végső soron ugye versenyképesebb a termék, és hát a termelőtől, ugye az asztalig, és különösen a fogyasztó asztalán, pedig olcsóbban kell, igen, ezt, hogy oda kell. Ezt ön hármas minőségében mondhatja, kamara alelnökeként, az állattenyésztési ágazat vezetőjeként, illetve a mezőfalvai mezőföld ZRT első számú vezetőjeként, ahol fókuszban van a tej. Ugyanakkor van erre szándék a kormányzatban, hogy ellenőrizzék ezt a ha csak etikai oldalról is? Hiszen tudjuk, hogy egy fogyasztóra vetítve ez 6-7-8 ezer forintot jelent esztendőnként, átlagban teszem hozzá, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly árcsökkenést kellene, hogy eredményezzen. Igen, én azt látom, hogy direkt módon e tekintetben az árképzés vonatkozásába a kormányzatnak nem igen van törvényi eszköze ennek a megvalósítására. Viszont azoknak a szervezeteknek, amik kamarák, meg a kereskedelmi szövetség is, és hagyd ne soroljak jó pár olyan társadalmi vagy felügyeleti szervezetet, aki közreműködik ezeknek a tevékenységet folytatóknak a terelgetésébe, jó értelembe véve, és a szabályok betartásába, igenis azoknak oda kell figyelni, de mindenképpen oda kell figyelni a vevőknek. Én fontosnak tartanám, hogy ahol ez nem valósul meg, ahol ez az áfacsökkentés semmilyen hatással nincs a termék árára, azt tessék, írják meg a kamarának. Tehát tudatosan írják kell. Meg a tejterméktanácsnak. Ki melyiket ismeri, ki melyiket találja meg a interneten előbb. Tehát mindenképpen olyan szakmai társadalmi szervezeteknek jelezzék, mert így lehet közösen fellépnünk. Tehát ha azt várjuk, hogy a kamarai falugazdászok minden boltba eljutnak, ha azt hisszük, hogy a tejterméktanácsi viszonylag kevés alkalmazottak mindent észre tudnak venni, nem igaz. Nekünk, ugye a lakosságnak is, fogyasztóknak is, termelőknek is, gazdáknak együtt kell működni, és együtt kell fellépni azok ellen, az anomáliák ellen, ha más nem jelzés szintjén, nem egyedileg kell egy vevőnek ott, ugye úgymond a tam-tam dobot verni, vagy gyakorlatilag a boltba vélemény nyilvánítani, de jelezni mindenképpen szükséges. No, köszönöm szépen, ne legyenek illúzióink egyébként, mert én azt gondolom, hogy jó néhány áruházlánc megteszi, mások nem. Tehát ezért számítunk a vásárlókra is. Hát ha megengedjük, hogy megtegyék, akkor meg fogják tenni. No, mert a világ akkor... ez ilyen. Kap. Tehát közös agrárpolitika nagyon fontos számunkra, de úgy tűnik, hogy a hírek legalábbis arról szólnak, hogy az uniós források, ha nem is apadnak el, de csökkennek, vagy ha stagnálnak, akkor nem nőnek semmiképpen sem. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdák óvatatlanul is hátrányba kerülnek, tehát az állam szerepvállalása kiemelten fontos a finanszírozásban. Hogy állunk ebben a tekintetben? Önként látja? Nagyon-nagyon komoly tárgyalásoknak nézünk elébe. Nagyon komoly érdekkülönbségek is mutatkoznak értelemszerűen a EU-s tagállamok között, hiszen a Brexit-tel eleve egy 5%-kal kevesebb lehetőség van a büdzsére. Ugye a magyar álláspont szerint a büdzsé csökkentést a államok egyenkénti pótbefizetésével kellene pótolni, javasoltuk mi, teljes joggal, hiszen arányaiban mindenki azt a terhet viseli, ami ugye a nagyságrendjéből fakad.
ugye a plusz befizetések vonatkozásába. Ezt a többség azért elutasította, hiszen ugye azok az államok, amelyek hát pénzügyi szempontból a államháztartás helyzete vonatkozásába, adósságállomány egyéb kedvezőbb helyzetben vannak, mint Magyarország, azok ugye úgy gondolkodnak, hogy hát inkább a nemzeti részt vonatkozásába nagyobb százalékba fogom támogatni a hazai termelést. Ez viszont azt is jelentheti, hogy az EU-s támogatási szint akár 100%-át is meg tudja egy-egy erős állam adni a saját gazdáinak. Most gondoljunk csak bele, hogy akkor nem arról van szó, hogy 5%-kal csökken, hanem mivel eddig limitáló volt a nemzeti támogatás adási lehetősége, így is ugye voltak bizonyos lehetőségek erre, mi azt támogatjuk, hogy egyetlen EU-s állam sem, tehát legyen felső határ húzva, magyarán ne történhessen meg az, hogy valamelyik tagállam többszörösét adja az EU-s támogatásnak nemzeti alapon, hiszen ez mélységesen felborítja ugye azt a versenyképességi szabályokat, amivel ugye az EREP-on új alapelevében benne van, hogy a kellő szolidaritás egymás iránt, az áruk és árak szabad áramlása, hát gondoljuk csak el, állami támogatással én fele annyiból csinálom meg a terményt, és versenyzek azokkal, akik nem kaphatják meg, és dupla áron tudják csak előállítani. No, az utolsó témánk mindenképpen fontos. Az önök javaslata szerint, és gondolom ezt szakértők készítették elő nyilván, hogy a mezőgazdaság modernizálásához 2000 milliárdra van szükség, függetlenül a közös agrárpolitikáról szóló tárgyalásoktól. Ez realitás mindenképpen? És hozzáteszik, hogy a visszanem térítendő támogatások összege változatlan kell, hogy maradjon, tehát ennek a kiegészítése lehet csak a visszatérítendő támogatás. Ez így reális? A teljes mértékben reális. Ezt szükséges elérni ahhoz, hogy a magyar agrárium megmaradjon a növekedési pályán. Hiszen látható, hogy az elmúlt évek legkülönféle válsághelyzeteit is figyelembe véve, itt ugye egy európai szintű óriási tejválság után vagyunk, mégsem csökkent az állomány radikálisan, mégsem mentek vágóhídra, kamionszámra ugye a tehenek, mint azért a 90-es évek elején, ahol sírógazdákat láttunk, amikor felhajtotta a tenyészállatát a vágóhídi autóra. Tehát megmaradtak az agráriumba, és hát látjuk a baromfi ágazatnak a jó teljesítményét, látjuk a szarvasmarha, különösen húsmarha ágazat létszámbeli növekedését is, és itt most menjek tovább a hal kiskérdezők vonatkozására, bár ott inkább stagnálás van, mint erőteljesebb növekedés, de beindult az agrárium motorja. Tehát ezt most megakasztani, ezt a bizonyos fejlődést, amiben az eddigi beruházások kezdik hozni magukat, létszámba is, minőségbe, teljesítménybe is, ezt nem szabadna. Hiszen így is a lemaradásunk tetemes Európa más országaihoz mérten. Bizonyos értelemben a fociba egyszer azt mondtuk, hogy jönnek a csehek, mert ugye jó elnáspágoltak bennünket még a 60-as meg 70-es években. Viszont vagy a szlovákok, nem tudom már pontosan, de most ugye a agrárgazdaságban azt mondjuk, hogy jönnek a lengyelek. És a lengyelek és a lengyel termékek valóban itt vannak, és mivel másfajta feldolgozás politikát valósítottak meg eddig, mint Magyarországon, előnyösebb helyzetben vannak. Megvan a Magyarországnak az a stratégiája, hogy hogyan lehet őket befogni, vagy más módon megelőzni, de erre támogatásra van szükség, pénzre van szükség, úgyhogy ez a szám helyes, és hát minden szervezetnek az a legfőbb feladata, hogy megtegyen mindent azért, hogy az eredmények vonatkozásába is a kormányzatnak legyen lehetősége ezt biztosítani. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy sok mindent tisztában látunk, és én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság jövedelmezőségéről és a versenyképességről legközelebbi alkalommal majd fogunk tudni beszélni. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm.
Kedves nézőink, a következő héten pedig, tekintve, hogy túl vagyunk a nagyszerű ünnepeinken, tehát Mikulás, Karácsony és Új év, Szibert Gergely lesz a vendégem, megyei főállatorvos, akivel a élelmiszer ellenőrzésekről fogunk szót váltani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó hétvégét mindnyájuknak, viszontlátásra!